Eddig csak nem 14 ezer érdeklődő regisztrált, hogy megtekintse a Szeúzó kincset Nyíregyházán. A Szeúzó kincs a 350 és 450 közötti római birodalom Pannonia Valeria nevű Duna melléki provinciájából származó díszes ezüst lakomakészlet összefoglaló neve. A páratlan történeti információkat hordozó régészeti lelet az 1970-es évek közepén került elő Székesfehérvár térségében. A késő római császárkor egyik legjelentősebb ezüst kincsei most Nyíregyházára érkeztek. Az értéke olyan jelentős, hogy egy átlag római polgárnak több mint 250 évet kellett volna dolgozni, hogy ezt a tálaló készletet meg tudta volna vásárolni. A készletről annyit kell tudni, hogy kiváló ötvös munka, világviszonylatban is dobogós ez a kincslelet, hát az első három római kori vagy császárkori lelet között találjuk. Tehát érdemes mindenféleképpen megnézni, de két kiegészítő vitrint is tettünk a Szeúzó kincsek kiállítás végére, ami a megyebeli kincseket mutatja be, mégpedig ugyanebből az időszakból. A vándorkiállítás 2017. október 29-én indult országos körútjára. Az eddigi statisztikák szerint országosan 110 ezer fölött jár a látogatószám. Ezt már Varga Benedek mondta el. A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója kiemelte, a kincsek csak szigorú biztonsági keretek és szabályok között tekinthetők meg. Minden kiállítás kapcsán ugyanaz szokott lenni a helyzet, hogy itt van egy biztonsági dolog, ami kettős. A tárgyaknak van egy úgynevezett műtárgy környezetük, tehát magyarán a tárgyaknak a hőmérséklete, a pártartalom, a porterhelés, a rázkodás terhelése az nem lépett túl bizonyos határértékeket. A Szeúzó kincs esetén, mivel pedig egy nagyon ritka és nagyon értékes tárgyakról beszélünk, ugye több 10 milliárd forintos értéke van ezeknek, ennek következtében maximalizálni kell az, hogy óránként hány látogató láthassa, láthatja ezt a kiállítás, és ez azt jelenti, hogy mivel, most nem tudom megmondani pontosan, de olyan esetben azt mondom, óránként 40 vagy 50 fő mehet be, ez meg is határozza azt a maximális látogatószámot, amelyet a kiállítás fogadni tud. Ulik Attila szerint egy ilyen kiállítás a város értékteremtő és befogadó szerepének egy újabb bizonyítéka. Az alpolgármester úgy fogalmazott, ez egyben egyfajta kulturális befektetés is Nyíregyháza számára. Nyilvánvalóan nem csak az értéke, amit valójában a piacon képvisel, és ennek a kulturális vonatkozásai azok, amelyek elsősorban a presztist megteremtik, hanem azt, hogy itt lehetünk, a nyíregyháziak, a Szabolcs megyeiek, vagy a megyén túliak is láthatják ezt, tényleg ezt a páratlan alkotás együttest. Én ugye most nem olyan régen néztem meg, de ajánlom mindenkinek, mert benne van egy olyan régi kultúrának az összes hagyománya és egy olyan nagy értékű hagyományteremtése, amely mind a mai napig szerintem érvényes. A különleges eszmei és anyagi értékű műtárgyakat 3 hétig, április 15-éig a Jós András Múzeum falai őrzik. A kiállítás megtekintéséhez online regisztráció szükséges.